fél év zárás a református gimiben, idei tervek a Jókai úti óvodában, beszélgetés Varga Kevinnel, télen is érdemes a Tiszatóra menni. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2021. január 29-én 18 óra 5 perckor. Készülnek az első fél év zárására, a leendő 9-esek fogadására, és segítik a végzősök továbbtanulását a Karcagi Nagykun Református Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnáziumban. Derült ki Tóth Barna igazgatóval készült beszélgetésből. Februárig digitális oktatás keretében végzik a munkát. A vírus szempontjából a kollégák és a diákok visszajelzései alapján valamilyen szinten túl vannak a nehezén, így jól indult 2021 ebből a szempontból a refiben. 2021-es évnek az első hetét azt tudtuk, hogy hogyan fog indulni, hiszen úgy volt, hogy január 11-ig mindenféleképpen a középiskolák még a digitális oktatás kereteiben végzik a munkát. Ezt így is tettük, így is terveztük, ezzel semmilyen különösebb gondunk nem volt. Még talán örömteli hírként el tudom mondani azt, hogy nekünk vírus szempontból igazából a november második fele és a decemberi időszak volt nehezebb. Mostanra a kollégák és a tanulók visszajelzéseiből azt látjuk, hogy valamilyen szinten talán túl vagyunk a nehezén. És akkor ugye az elmúlt hét vége felé érkezett az a központi döntés, hogy egészen február 1-jéig ebben a rendszerben fogunk dolgozni, tehát a digitális oktatás keretei között, ami ugye azt jelenti, hogy nekünk az első fél évet így kell lezárnunk. Annyi tapasztalatunk van benne, hogy az előző tanévnek a végén ugyanezt kellett cselekednünk. Talán a jelentősége így fél évkor ennek még nem akkora, mint év végén. Úgyhogy most is erre készülünk, és talán még azt tenném hozzá, hogy nekünk természetesen nincs meg minden információnk arról, hogy ezen döntések megszületésénél mi a helyes út. Mi annak örülünk, hogyha minél hamarabb tudomást szerzünk erről, és konkrétan kiderül, hogy akkor most mi is a teendőnk, úgyhogy ez hál' Istennek megtörtént. A nyolcadikosoknak még tarthattak nyílt napot november 9-én, és összeállítottak egy több részből álló digitális csomagot, amit elküldtek minden olyan általános iskolának, ahonnan szoktak tanítványok érkezni hozzájuk, és honlapjukon is fent vannak az információk. Mi nagyon sok szeretettel várunk minden irántunk érdeklődő diákot, szülőt, akár úgy, és legfőképpen úgy, hogy hozzánk fognak majd jelentkezni, de ha esetleg még valakinek kérdése van, akkor állunk bárkinek rendelkezésére, egy bármilyen megkeresés után. A mi végzőseink pedig, ugye akik jelentkeznek a különféle egyetemekre, főiskolára, ők pedig szintén különféle online rendszerben megszervezett nyílt napokon tudnak részt venni. Most kaptunk információt arról, hogy ugye Budapesten szokott lenni egy ilyen edukáció elnevezésű szakkiállítás is ezzel kapcsolatban. Oda mi rendszeresen el szoktunk utazni viszonylag több végzős vagy 11. évfolyamos tanulóval. Most ez az alkalom is online formában lesz elérhető, de ezeket az információkat a tanulóink megkapják, és elég gazdag a választék egyébként, tehát az egyetemek ezt komolyan veszik, ezt a lehetőséget. A végzősök most a főiskolákra, egyetemekre sem mehetnek nyílt napra, ők is online rendszerben kapnak információt. Az érdeklődés hasonló, mint korábban a pályákat, szakokat tekintve. Az idén kifutó egészségügyi képzésük után a 9. évfolyamosoknál a gimnáziumi képzésre koncentrálnak, így például a magyar történelem oktatás erősítésével a bölcsészeti jogi előképzéshez segítenek szaktanáraikkal. Hogyan indult a 2021-es év? Kérdeztük Romhányi Sándornétól, a Jókai úta óvoda vezetőjétől. Szerencsés évünk lesz, véli a vezető, mert a gyermekeik többsége meggyógyult, akik pedig még betegen vannak otthon, azoknak jó egészséget kívánt innen is Romhányi Sándorné, aki elmondta, projektekben dolgoznak ebben az évben is. Ez az év jól indult nálunk, 21-es év szerencse évünk lesz, sok gyerekünk meggyógyult, sajnos sokan le is betegedtek,
várjuk, hogy gyógyuljanak, és innen is kívánunk nekik jó egészséget, és nagyon várjuk őket az óvodába. Beindult a nevelés, projektekben dolgozunk, és az új év vígságszerző projekttel kezdtük a 2020-21-es nevelési év második fél évét. Most az új év új vígságszerző projektjük a hagyományok ápolására szolgál különböző megfigyelésekkel, szokásokkal. Ez a projekt a hagyományok ápolásáról szól tulajdonképpen, hiszen a hagymahéjba tett só megmutatja nekünk, hogy melyik hónap milyen esős lesz, mennyi csapadékot várhatunk. Készítettünk a gyerekekkel szerencsehozó malacokat kurtafarokkal, meg még zöldlevelű lóherét is, és természetesen haza is vittek belőle a szülőknek, hogy boldog, szerencsés és egészségben teli új évet kívánjunk nekik. A programokat a pandémia miatt most szülők nélkül tartják, de zárt közösségi csoportjukban videót tesznek fel a gyerekek munkáiról. Készülnek a zöldjeles napokra, és a következő néphagyományőrző napjaik a farsangi időszakhoz kötődnek majd. Itt rövid hagyományápoló műsorral készülnek a szülőknek, de jelmezes farsang is lesz. Jellemző erre a nevelési évre a pandémiás helyzet miatt. Minden programunkat megszerveztünk, megtartottuk, de sajnos szülők nélkül kellett ezt megtennünk. Nagyon élvezték a gyerekek, nagyon ügyesek, aranyosak voltak. A zöldjeles napokat ünnepeljük, illetve a következő néphagyományőrző napunk, vagy napjaink, a farsang lesz, a farsangi időszak lesz, és bizony lassan elkezdünk majd arra is készülődni. Azt gondolom, hogy nálunk speciális helyzet alakult ki a farsanggal kapcsolatban. Mi ragaszkodunk a nevelési elveinkhez és gyakorlatunkhoz, amiből adódóan mi egy rövid kis hagyományápoló műsorral készülünk a szülőknek, mert hát attól, hogy nem lesznek itt, mi ezt videóra veszük, és az zárt oldalunkon ezt megjelenítjük és bemutatjuk a szülőknek. A szülők és a gyerekek viszont ragaszkodnak a jelmezes farsanghoz is, ezért az első részben bemutatjuk a hagyományőrző, akár disznótoros vagy lakodalmas kis műsorunkat, illetve a második részében beöltöznek azokba a jelmezekbe a gyerekek, amit a szülők biztosítanak számukra. Ha valakinek nem tudnak hozni jelmezsem, esünk kétségbe, akkor gyorsan készítünk mi nekik kalapokat, kis szemüvegeket, állarcokat. Természetesen ez a projekt folyamatában valósul meg, tehát ezt mindenkinek előkészítjük és felajánljuk tevékenységnek, és meg is csinálják. Tehát szoktunk segíteni ilyen esetekben. Az iskolába menő gyerekekkel való foglalkozás kiemelt nevelési területük. A nagy csoportosaikkal külön, egyénileg is foglalkoznak, hogy felkészítsék őket az iskola kezdésre. Ez most tulajdonképpen kiemelt nevelési területünk, illetve a nevelésünkben ez nagyon fontos a tavaszi időszakban. Hát most, ha azt mondom, hogy mivel sok gyerekünk beteg és otthon van, nagyon-nagyon sok idő jut arra, hogy az iskolába menő nagycsoportosainkkal külön leüljünk. Egyébként is így működik ez a dolog, de így most ez hatványozódik, tehát próbálunk nagyon-nagyon megfelelni és felkészíteni a gyerekeket arra, hogy az iskolát el tudják kezdeni. Még nem lehet tudni, hányan lesznek szeptembertől iskolások, mert az oktatási hivatal felé kérelmeket is adtak be a szülők. Elvileg 15 gyermek kezdi az iskolát. Varga Kevin Karcagon kezdett el futballozni, majd a debreceni DVSC utánpótlás csapataiban nevelkedett, pályafutása során végigjárta a korosztályos csapatokat. Mint ismert, Varga eddig kétszer szerepelt a magyar válogatottban, és november közepén a törökök ellen 2-0-ra megnyert Nemzetek Ligája meccsén szerezte meg első gólját címeres mezben. Most telefonon kapcsoljuk Törökországból. Nagyon örülünk, hogy létrejött ez az interjú, hiszen elég távol vagy a Nagykunság fővárosától, Karcagtól, és nagyon büszkék is vagyunk rád, és szeretnénk egy interjú keretei között téged kicsit jobban bemutatni, mint amit esetleg tudnak rólad, ezért kezdjük is az elején. Hol végezted tanulmányaidat, hogyan indult a pályád? Hát ugye én karcagi születésű vagyok, ott is nőttem fel, így a
Györfi István általános iskolába kezdtem meg az általános iskolai tanulmányaimat. Karcagon is fociztam, és egészen 15 éves koromig, ahol először majd az MTK-ba kerültem, majd utána kerültem át Debrecenbe. Az általános iskolai tanulmányaid elvégzését követően hol tanultál tovább? Először ugye az MTK-ba igazoltam Budapestre, akkor egy budapesti gimnáziumban voltam fél évet, de utána, ahogy átkerültem Debrecenbe, a hátralévő 3,5 évet a gimnáziumba, azt az Irinyi János gimnáziumba jártam Debrecenbe. A sport meghatározó volt már akkor gyermekkorodban is az életedben. Honnan az indítatás? Hát igazából az egész családomban mindig a foci volt minden. Igazából édesapám is labdarúgó volt, ugye. Mai napig edzősködik Karcagon is, úgyhogy szinte kiskorom óta folyamatosan a labda volt körülöttem. Egyből nagyon megszerettem. Nekem is a mindenem volt a foci, mint nagyon sok kisrácnak, úgyhogy igazából szeretetből játszottam mindig. Említetted az imént, hogy az édesapád edzősködött és edzősködik mind a mai napig. Biztos ő is egyfajta példakép, de volt-e, vagy van-e rajta kívül, akire igazán felnézel, és talán mint követője szeretnél majd az elkövetkezendő években lenni? Így kifejezetten nem szoktam így ilyenekre gondolni. Nagyon sokat segített a családom az elindulásba is, hiszen ahogy említettem, elkerülni Budapestre nem volt egyszerű 15 évesen. Szinte minden hétvégén vittek fel engem autóval, aztán majd ahogy egyre idősödtem, úgy már tudtam vonattal is menni, de az elég nagyon fiatal voltam, úgyhogy ezek mindenképp kellettek ahhoz, hogy az ember el tudjon kerülni Karcagról, hiszen az is kellett ahhoz, hogy az ember úgymond fejlődni tudjon. Ahogyan említetted, 15 évesen kerültél el a fővárosba. Onnastól kezdve mondd el nekünk, hogyan alakult az életed, jelenleg hol vagy, mit csinálsz, hogyan kerültél a Kasimpasa csapathoz? Igen, hát ugye ahogy Debrecenbe kerültem, középiskolába, onnantól kezdve jártam a debreceni korosztályos ranglétrákat, majd ahogy kiöregettem, először az MB3-os második csapathoz kerültem Debrecenbe, onnan pedig következett két év kölcsönjáték, ahol másfél évet először Balmazújvárosba az MB2-es csapatba töltöttem, és fél évet a Cigányi MB2-es csapatba, majd ezután a két év kölcsön játék után kerültem vissza ismét Debrecenbe, és ekkor már a DVSC első csapatához, és akkor kezdtem el NB1-be játszani, és ugye három NB1-es szezon után jött most a lehetőség nyáron, hogy megvásárolna a Kasimpasa a szerződésemből, úgyhogy ez egy óriási lehetőség volt, és így augusztus végén, szeptember elején jött létre ez az ajánlat, és azóta ugye itt vagyok Törökországban. Milyen egy ilyen csapatnak a tagja lenni? Hogyan telnek a napjaitok, a napjaid ott, hiszen ott kint élsz? Milyen kötelezettségeid vannak? Hogyan edzetek? Milyen versenyeitek vannak? Mesélj nekünk erről egy kicsit. Igen, ugye a párommal költöztünk ki ketten, úgyhogy mindent ketten csinálunk. Igazából szinte minden nap van ugye edzés, általában szezon közben napi egyedzéseink vannak, rengeteg mérkőzés van, hiszen most 21 csapatos a török bajnokság, ami azt jelenti, hogy mindenkivel kétszer játszunk, tehát egészen pontosan 40 bajnoki mérkőzés lesz a lábunkba, szünet nélkül, most nincs szünet télen se, vagyis nem volt karácsonykor se, ugye általában majdnem minden bajnokságban szokott lenni egy rövidebb téli szünet, ami pont úgy karácsonyra szokott esni. Eddig mindig ugye a családdal töltöttük mind a ketten a karácsony. Ez most idén teljesen máshogy volt, hiszen nem volt szünet ugye a rengeteg mérkőzés miatt, úgyhogy itt együtt töltöttük a karácsonyt.
Emellett ugye van kupa mérkőzés, pont tegnap estünk is sajnos a legjobb 16 között, úgyhogy rengeteg mérkőzés van, és ugye emellett pedig ugye az edzések. Úgyhogy igazából a fél nap azzal telik, hogy ugye edzésem vagyok, és utána pedig jövök haza, és próbálom minél több időt hasznosan tölteni. Sajnos a vírus helyzet miatt nem egyszerű megismerni annyira Isztambult se, de amennyire lehet, azért próbálunk kis kirándulásokat beiktatni, és egyébként pedig a pihenésre telik az idő. Hogy érzed magad Isztambulban, hiszen távol vagy szülővárosodtól, otthonodtól? Igen, hát ugye viszonylag elég korán, ugye, ahogy említettem, elkerültem Karcagról, tehát ez az, hogy nem vagyok otthon a családdal, ez már ugye viszonylag megszokott dolog. Igazából ami nehéz, az tényleg, hogy most költöztünk ugye először külföldre, teljesen más itt élni, mint Magyarországon. Ugye sajnos a török emberek annyira nem beszélik a városba az angol nyelvet, tehát nehéz tájékozódni, ugye a török nyelv az pedig nem egyszerű. Hál' Istennek a klubnál nincs ilyen probléma, ott ugye szinte mindenki beszél angolul, de hogyha a városba megyünk egy-két helyre, akkor úgy nehezebb a kommunikáció, de egyébként nagyon jól érezzük magunkat, mind a ketten egy nagyon gyönyörű városba vagyunk, úgyhogy alig várjuk, hogy az élet is visszatérjen a normális kerékvágásba, és még jobban meg lehessen ismerni a várost. Említetted, hogy nyáron történt meg az, ahogy te fogalmaztál, hogy ugye kivásároltak a szerződésedből, ugye az itthoniból. Meddig ez, mennyi időre szól, illetőleg mik a távlati terveid, elképzeléseid a jövőre nézve? Igen, egy 3 plusz 1 éves szerződést kötöttem. Az a plusz 1 év az azt jelenti, hogyha a klub úgy dönt, hogy szeretne továbbra is engem megtartani, akkor az 1 év az rajtuk áll. Teljes mértékben, tehát igazából egy 4 éves szerződésem van itt Törökországban. Nagyon nem szoktam távlati tervekbe gondolkozni, hiszen a futball nagyon a futballban nagyon gyorsan változnak a dolgok. Ugye nem gondoltam volna én se például júniusban még, hogy én 2 hónap múlva Törökországban fogok játszani. Nem azért, mert nem hittem benne, hanem tényleg azért nem egyszerű a futballba tervezni. Én mindig rövid távon tervezek. Hál' Istennek most a válogatottba is számításba kerültem. Így nem lehet más a célom most, mint a klubcsapatommal azért dolgozni, és minél több játék lehetőséget kapni, hogy itt is minél feljebb végezzünk a török bajnokságban, és a szezon végén pedig tagja legyek az Európa bajnokságra utazó keretnek, és ott is olyan teljesítmény nyújtani, hogy segítsen vele a Magyarország, tehát a magyar válogatott csapatát, úgyhogy rövid távú tervekbe szoktam mindig gondolkodni. Az interjú elején említetted azt, hogy mint minden kisrácnak neked is a szabadidőt középpontjában a foci állt. Most akik néznek esetleg fiatalok minket, mit javasolsz nekik, hogyha van egy ilyen álmuk, vágyuk, hogy focisták szeretnének lenni, mit csináljanak, hogyan motiválnád őket, mit javasolnál nekik? Hát én úgy gondolom, hogy aki szeret futballozni, az nem kell motiválni, hiszen az mindig is azt fogja keresni mindenhol, hogy minél többet focizhasson. Nálunk annó régebben mindig volt egy ilyen társaság Karcagon kialakulva, hogy mentünk focizni 8-10, és rengeteget fociztunk, akár betonpályán, vagy kint a nagypályán. Úgyhogy én csak azt tudom javasolni, vagy tanácsolni, hogy szeretni kell, ez az egyik legfontosabb, és nem szabad soha kifogásokat keresni, hogy miért nem sikerül, vagy éppen búzlakodni, ha nincs olyan dolog, ami előre vigye az embert, úgyhogy és a foci pedig szépen alakul majd magától. Mindig lesznek olyan kihívások, amit meg kell tenni azért, hogy ugye sikerrel vegye az ember az akadályt, hogyha majd
idősödik az ember, eljön 18-20 éves kora, akkor pedig jönnek majd a lemondások, és azokat is szerintem az a legnagyobb vízválasztó, mert nagyon sok tehetséges labdarúgó van Magyarországon is, és amikor már kezdenek felnőni, akkor a foci a háttérbe szorul egyéb okok miatt, de ezt hogyha meg tudja tartani az ember, és mindig kitart az álmai mellett, akkor lehet belőle futballista, és sokra lehet vinni. Kevin, én köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre álltál, és a továbbiakban is nagyon sok sikert kívánunk neked odakint. Nagyon szépen köszönöm. A Tiszató télen kevésbé ismert arcát mutatja, hiszen ilyenkor a környező földek öntözése és egy esetleges áradás érkezése miatt egy méterrel lejjebb engedték a csodás tavat. Stábunk Abátszalókon járta, forgatás idején be volt fagyva a tó, de életveszélyes volt a jégre lépni. Jelenleg olyan 4-5 cm a vastagsága a part menti területeken. Ott már a hétvégén voltak, akik sétáltak rajta, csúszkáltak rajta. A szeles időjárásnak köszönhetően kicsit rücskös a felülete, tehát a korcsolyázásra nem annyira ideális. Illetve ráesett egy kisebb hó, ezért kevésbé lehet látni azokat a területeket, ahol elvékonyodik a jég, vagy valami nátszál, fa, uszadékfa esetleg a víz alatt megakadályozza azt, hogy elég vastagságúra hízzon a jég. Jelen pillanatban a szélén meg lehet próbálni csúszkálni, de beljebb merészkedni még életveszélyes és nem ajánlott. Ebben az időszakban is érdemes a Tiszatóra látogatni, és egy profi túravezető segítségével bejárni, hiszen ilyenkor olyan helyeket lehet felfedezni, amik nyáron víz alatt vannak. Ilyenkor remekül láthatóak a hód vagy a vidravárak, és páratlan élményben lehet részünk, ha sikerül egy vadlúd csoportot is becserkészni. Ha télen még biztonságos jégtakaró lesz, akkor a jégvitorlások is ellepik a tavat, ami a látogatóknak is egy páratlan élményt fog nyújtani. Minden évben jelennek meg jégvitorlások a szalóki jachtkikötő területén, szoktak jégvitorlázni. Ez a jég már az ő számukra lehet, hogy alkalmas, hiszen ott egy nagyobb felületen támaszkodik föl a jégen, a három korcsolya pengén a jégvitorlás, tehát ők suhannak a jégen, tehát ők nekik a 4-5 cm vastagságú jég már elképzelhető, hogy megfelelhet, de vannak olyan mozgásai a víznek, ahol nem mindenütt fagy be. Illetve télen a madarak is látogatják a tavat jelentős számban, ugye vadludak, szárcsák találhatók, ők meg nem engedik befagyni bizonyos területeken a jeget, tehát veszélyes még azt gondolom még jégvitorlázni is. Kedves nézőink, napi hírműsorunkat a Nagykunsági Híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön, a www.karcaktv.hu weblapon. Ne feledjék, vigyázzunk egymásra és viseljünk maszkot. Viszontlátásra!